ez egy nagyon kedvező, 40%-os támogatással szereplő pályázat. 2 milliótól akár 40 millióig lehet pályázni erre az összegre. Béres János informatikai tanácsadó arról beszélt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakmai napon, hogy a cégek egy pályázatnak köszönhetően több millió forintot nyerhetnek szoftverekre, számítástechnikai megoldásokra, számítógépekre. Ilyenre évek óta nem volt példa, mondta az IKT tanácsadó. Tanácsadásra, informatikai fejlesztésekre pedig nagy szükségük van a vállalkozásoknak, mivel elenyésző részük tartja a lépést a technológiai változásokkal, tette hozzá Béres János. Ez bizonyítja az is, hogy egy felmérés szerint a cégek 45%-a nem rendelkezik weboldallal, és 55%-uk nincs jelen a közösségi médiában sem. Azt látom, így az átvilágítások folyamán, hogy a kisebb cégek, akik ugye nem annyira tőkeerősek, és a napjaikat az veszi el, hogy tulajdonképpen túléljenek, ők nem nagyon fordítanak erre összeget. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke pedig azt emelte ki, hogy az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. Láthatóan csak is ilyen irányba megy az egész gazdaság, ilyen irányba megy az irányítás is, az államigazgatás is, tehát a vállalkozóknak is váltaniuk kell. Nem könnyű, főleg az idősebb generációnak, fiatal generációnak egyszerűbb, csak hát azért látni kell, hogy ma még a döntően a közép és az idősebb generáció az, aki vállalkozik. Idén szeptember 10-éig lehet beadni a pályázatokat arra a projektre, amin a cégek akár 40%-os visszanemtérítendő támogatást nyerhetnek elképzeléseik megvalósításához.